Hát most őszintén szólva... Még ez meleg lesz Párizsban, hogy fogod levenni? Valahogy ilyen vittem volna a pánéknek. Tarkon rúgtak volna. Jó. Kamera forog. Sziasztok, ez itt a True to Soul Shop Talk második része, és a mai vendégünk nem más, mint Manuel, akinek nemrég jött ki az Idegen albuma, óriási sikereket aratva. Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Csős, srácok, köszi, hogy itt lehetek. Jelzett. Maradnék is az Idegen albumnál. Már a Volejnél kijött a Balenciaga című számod, ami már akkor óriási sikereket aratott, és ott van egy ilyen sneakerekhez kapcsolódó sor, hogy sáros lett a Jordan 1-et, könyörög a Venisért. Szeretném ezt meghallgatni, hogy mi is lette ezt a szöveget, ezt a sort. Azt hiszem a Vibe Fesztiválon voltam Erdélyben, és szerintem akkor nem, vagy a szürke Jordanbe voltam, amit tőletek hoztam el, vagy a Travis Air Maxbe, nem tudom, de az biztos, hogy nagyon sáros lett, mert ott át kellett menni, nem volt normálisan biztosítva az út a színpadok mögött, és így át kellett menni a sáron, meg a földön, meg minden, és akkor egész nap abban trancsíroztunk, és azt hiszem, hogy ez inspirálta. Szeretném az ilyen esetőségeket elkerülni a jövőben, szóval hoztam neked egy kis ajándékot. Ezt azt gondolom, hogy mindig fel tudod magaddal vinni a stage-re, kis crap vibe-ok. A Venice is, nem is, ezzel tudunk szolgálni. Köztesen. Régen nagyon sokat hordtad a Triple S-t, szeretnék egy kicsit a stílusodnak az evolúciójáról, fejlődéséről beszélni. Utána úgy érzem, hogy a sneakerek egy kicsit jobban megfogták így a szívedet, és elkezdtél inkább a sneakereket, Foam Runner, Jordan 1-es, Jordan 4-est hordani, ezt az Instagramodon is látjuk, sokat tőlünk hoztál, és most azt gondolom, hogy megint egy újabb szintre, vagy egy más dimenzióba érkezett a stílusod. Mit keresel most egy cipőben, mit tesz különleges egy cipőt, és mi az, amivel szereted párosítani outfit terén? Hát először is mostanában már inkább a cipőhöz szoktam nézni az outfitteimet, és hát igazából, mint például ez a Foam Runner, ilyen legyen valami olyan benne, ami más, ami egy kicsit eltérő a megszokottól, extravagáns, kicsit ilyen futurisztikus, például most érkezik majd a videó kirakása pillanatában, lehet, hogy addig már meg lesz a Big Red Boot, ugye? Tehát ez neked egy szíved vágya, ez a cipő, ugye? Hát az is, aha. A Big Red Bootról szeretnék egy kicsit beszélni veled. Ti átvertetek engem. Meg, nézd meg, azt kis mondtátok. Átverésnek lettél az áldozata, de... Hogy lehet ebbe járni? Tesó, egész súlyos a doboza. Úristen. Ez itt fog feküdni, és nem cigáljuk fel le a lábáról. Tesó, de hát ebben úristen, neked annyira te vagy amúgy. Még ez meleg lesz Párizsban, hogy fogod levenni? Lehet, hogy mégis kell kísérőt vigyél, gyere. Livér, ügyesebb volt, mint én. Jó. Kösz, srácok. Át is értünk a boltunk második részére. Ugye a Jordaneket látjuk, továbbiakat már említettük, hogy a Military Black-et nagyon kedveled, illetve az antracitot. Melyik? Itt van a Military, szóval? Aha. Ez jó. Kényelmes az a cipő? Mit gondolsz róla? Aha, én mondjuk egy kicsit elbasztam a méretezést, és azt hiszem, hogy ebből egy mérete nagyobbat kellett volna kérnem. De így is nagyon kényelmes, meg én nagyon szeretem ezt a cipőt. Beszélgessünk egy kicsit a stílusról. Nekem nagy szívfájdalom, hogy az itthoni előadók, rapperek, hogy mondjam, nem feltétlenül rendelkeznek olyan stílusérzékkel, nem követik annyira a divatot. Én azt érzem, hogy Magyarország így unblock divat szintjén le van maradva, így Nyugat-Európától vagy Amerikától. De vannak színfoltok, és itt rád gondolok például. Én azt látom, hogy neked van a legközelebb a stílusod így az amerikai előadókhoz. Ezeket követed, tudatosan csinálod, vagy csak ezt érzed, ez jön belülről? Hát inkább az utóbbi, tehát hogy most azzal nincsen semmi baj, hogyha valakinek nincsen igénye arra, hogy ilyen ruhákba járkáljon, mert amúgy nyilván nem olyan ruha teszi az embert. Én például pont amúgy nagyon szeretem ezeket a drágább cuccokat is, meg tehát hogy én szeretek azért jól öltözni, meg azt hiszem, hogy van hozzá érzékem is, és én ezt tökre szeretem, ez egy ilyen ugyanolyan önkifejezési forma, mint például a zene. Úgy azt gondolom, hogy ez egy előadónál valahol kéz a kézben jár, hát hiszen igen, ki kell fejezned, vagy igen. Ki akarod fejezni magad.
külsőleg is, illetve ki akarod fejezni úgy is, ja. hogy mit adsz bele a zenében. Ez így van? Ja, ez true, igaz. Eleget beszélgettünk, azt gondolom, hogy eljött a vásárlás része. Nézz körben, mutatok egy pár ajánlást, körbenézzünk és megnézzük, hogy mi a legjobb, ami a legközelebb áll hozzád. Mit szólsz? Én ezeket az Essentials pulcsikat nagyon szeretem egyébként, és láttam ott egy cipőt a vitrínben, amihez tökre menne ez. Ez hogy hívják ezt az anyagot, amilyen viszonylag? Ez egy ilyen reflektív anyag, tehát fényvisszaverős. Ez is például az ilyen, ugyanaz a kollekció, oda vagyok, van. Oda vagyok ezekért. Úgyhogy szerintem amúgy egy ilyet elhoz, vagy várjál? Nem, a nadrágot hozzám el belőle mondjuk. Azon is van egy ilyen reflektív. Az is reflektív, szóval. Így van. Jó, akkor egy ilyet elhoznék, az okay. fix. Mit szólsz ez a Travis Scott pulcsihoz? Ez a legaktuálisabb kollekció, ami a Reverse Mokával jött ki. Azt gondolom, hogy ez talán még van benne fekete, kicsit extravagáns, ez egy tök jó ilyen plüssös anyag. Hogyha tetszik, akkor viszont add le magadnak, mert én sajnos nem érem szóval. És a Tiffany-t mondtad, ugye? Aha, ja. Meg is van. Nagyon érdekes egy cipő ez. Mondtad az előbb, hogy overratednek tartod, de miért amúgy? Hát, nagyon nagy hype van körülötte. Láttuk most a Haaland is hordta, meg egy csomó sztár. Szerintem nem ez adja a cipőnek az értékét, vagy nem ez kell, hogy adja egy cipőnek az értékét. Hát tesó, felpróbálom mindjárt, hogy a tetszik. Nézzük meg, nézzük meg. Hát, ha vele szeretsz. Ja. Köztesem. Köszi szépen, srácok. Köszi, sziasztok. Az az enyém? Könyörög a venisér. Kösz, srácok, sziasztok. Szép napot, Manuel. Majdnem elfelejtettem, félútról jöttem vissza, ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, hiszen további videók érkeznek.